Jó estét kívánok! Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Londonban járt az árnyék kormány, Bencsik András ismét elszabadult, és közben kijött a DK TV vadonatúj műsora is. Ezekről is fogunk beszélni, de hogy miről, még azt mutatom. Londonban járt az árnyék kormány. Dobrev Klára azzal a Keir Starmerrel is találkozott, aki minden bizonnyal Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lesz. Beszélünk az út jelentőségéről. Újabb fideszes machináció a láthatáron. Kósa Lajosék megint hozzányúlnának a választási törvényhez. Elmondjuk, hogy mi a Fidesz célja a lépéssel. Meglepő közvéleménykutatást publikált a héten az IDEA intézet. Már az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP is csak 1%-on áll. Elemezzük a kispártok jövőjét és megvitatjuk a zöld politika mozgásterét is. Gyurcsány Ferenc interjút adott, amelyben egyebek mellett kemény kijelentéseket tett Karácsony Gergelyről és az ellenzéki együttműködésről is. Jönnek a részletek. A közmédia nem árulja el, hogy mennyi pénzből hazudik. Elmondjuk, hogy miért perli be a DK az MTV-át, és az is kiderül, hogy mik lehetnek az ügy következményei. Zajlik az élet a fideszes propaganda birodalomban is. Bencsik András újra elszabadult, Bajár Zsoltot és a pesti srácokat pedig letiltották. Mutatjuk a hajmeresztő kijelentéseket. Végül pedig új műsor a DK TV-n. A DK kulisszában minden és mindenki sokkal több, mint azt bárki gondolná. Exkluzív részleteket árulunk el az új műsorról. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát. Sziasztok! Gréci Zsoltot. Sziasztok! Vágó István. Valamint teheti vendégszereplőnk az MDF korábbi frakcióvezetője, a Mosolygó Balaton Földvárért civil szervezet vezetője, Herényi Károly. Kezdjük el az egészet a múlt hét legfontosabb eseményével, ez pedig az árnyék kormány londoni útja. Nézzük meg egy összefoglalót. Véget ért az árnyék kormány kétnapos londoni tárgyalás sorozata. Ez alatt a két nap alatt találkoztunk a brit árnyék kormány vezetőjével és számos miniszterével. Közel egy tucat találkozón vettünk részt. Egyenrangú partnerként, olyan politikusokként, akik keresik a közös ügyeket, akik kompromisszumokra törekszenek és tisztelik egymást. Azért jöttünk, hogy építsünk, hogy újra felépítsük azt, amit Orbán lerombolt. Magyarország tekintélyét és tisztességét adjuk vissza. Megmutatjuk, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. Hogy igenis, annak a közösségnek szeretnénk a tagjai lenni, amelyek a demokrácia, az emberi jogok, a tisztességes európai élet oldalán áll. Azt tapasztaltam az elmúlt két napban, hogy nagyon nagy segítséggel és érdeklődéssel fordulnak Magyarország felé. Nekünk, magyaroknak, magyar politikusoknak különösen tanulságos az, ami a Brexit-tel történt. Hiába gondolja már úgy Nagy-Britannia lakosságának jelentős része, hogy hiba volt kivonulni az Európai Unióból, visszacsinálni már nem lehet. Intőjel, hogy ha egy kormány elkezdi mindenért Brüsszelt okolni, azokért a politikai gondokért és nehézségekért is, amiért ő maga felelős, akkor nem megoldja a problémát, hanem csak indulatokat gerjeszt. Éppen ezért az árnyék kormánynak és nekem is kiemelt feladatom, hogy vigyázzam és őrizzem Magyarország európai tagságát. Vigyázzam és újjáépítsem Magyarország tekintélyét, hogy igenis egyenrangú félként tárgyalhassunk a magyar emberek védelmében, mert csak így lesz reményünk az európai életre. Mi ezért dolgozunk. Dobrev Klára tehát azzal a Keir Starmerrel találkozott, aki igen jó eséllyel Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lesz. És először a vendégünkhöz szeretnék egy kérdést intézni. Ön szerint külső szemlélőként milyennek az útnak a jelentősége? Hát több jelentősége is van. Az egyik az, hogy nyilván ez része a DK önépítésének és az árnyék kormány társadalmi megalapozásának, ami egy abszolút jó dolog. De azért jó lenne, ha olyan dolgokról is szó esne, hogy az együttműködésnek mi a lényege. Tapasztalatból mondom, rengeteg ilyen külföldi utat szerveztem, hogy legtöbbször a politikusok megelégszenek azzal, hogy ott voltunk, találkoztunk, ezzel beszéltünk, kezet fogtunk. Na de hát ez a népeket olyan nagyon nem izgatja, hogyha például arról beszélnének, hogy Európa közös jövőjében mit tartunk fontosnak, hogy fogunk az európai, ha bár ez csak Magyarországra jellemző, meg a környező nyomorult országokra, a szegénység ellen küzdeni, mit tudunk ott tenni környezetvédelem ügyében, tehát konkrét ügyeket, tehát azok a szlogenek, hogy majd összefogunk meg, majd milyen, ezek nagyon jók, de
ezeket egyszer el lehet mondani, és túl vagyunk rajta, de ha kijelölünk olyan utakat, hogy ezeken az utakon megyünk együtt tovább, akkor annak sokkal nagyobb társadalmi haszna van, és jobban megalapozza a társadalmi elfogadtatását az ügynek. Tehát azt mondom, hogy ez 50%-ban sikeres volt, mert egyrészt identitáserősítő volt mindenkinek, de a konkrétumokat én hiányoltam ebből a látogatásból. A találkozó egyik legfontosabb része az volt, hogy tapasztalatot cserélünk azokkal a britekkel, akik önön akaratokból léptek ki az Unióból, és hogy ennek vannak bizonyos következményei. Hogyha ezt nézzük, akkor Zsolt sikeresnek mondható ez az út? Hát ugye a legfontosabb szempont szerintem az, hogy nagyon sokan még Magyarországon is azt gondolták, hogy ez egy ilyen politikai geg, ez egy ilyen kommunikációs lufi, hogy meghirdet a DK egy ilyen árnyékkormányt, és akkor ez olyan jól hangzik. De amikor sokan el sem hitték nekünk, amikor mondtuk, hogy máshol is van ilyen árnyékkormány. És amikor a legfontosabb ilyen árnyékkormány intézmény Angliában a legnagyobb emberei ennek, legfontosabb emberei fogadják a magyar árnyékkormányt, akkor ez egy új dimenziója, kiemeli a magyar belpolitikai viaskodásból az árnyékkormányt. Szerintem ez nagyon fontos. A másik pedig, hogy nagyon sok tapasztalatot szerezhettek Dobrev Kláraik abból a szempontból, hogy milyen kárt okoz egy országnak, még Nagy-Britannia gazdaságának is a kilépés az Európai Unióból, még nekik is fáj. Magyarországnak pedig az, amit Orbán játszik, az a hazárdjáték, az a teljes összeomlást jelenteni. Volt egy fontos mondat, amit az előbb kimondtál, hogy a britek, akik önön akaratukból kiléptek az Unióból. Maga az állítás igaz, hiszen nem zárták ki őket, nem zavarták ki őket. De pont itt van az az óriási veszély, és egyébként ennek a találkozónak és a megbeszéléseknek egy nagyon komoly részét képezték ennek a Brexitnek a tapasztalatai és a tanulságai, mert hogy gyakorlatilag azt látjuk az Orbán kormányon is, hogy az a sok-sok mérhetetlen hazugság, amit az Unióval kapcsolatban, amit Brüsszellel így megszemélyesítve kapcsolatban a magyar társadalom elé önt közpénzből, az egy komplett szemfényvesztés, megtévesztés, 99,9%-ban, hanem 100 hazugság. És ugye azt most már a britek is pontosan tudják, hogy ott is volt egy populista olyan eszme, mondás, megfelelő politikussal, aminek nagyon sokan bedőltek. És a britek többsége az most pontosan tudja, hogy ez mi kárt okozott Nagy-Britanniának. Hogyha van valami, amit Magyarországnak el kell kerülnie, az pontosan az, hogy egy ilyen populista szólamokkal és mindenféle mázzal leöntött kormányzati propagandával kiindulva Magyarországot valaki kivigye úgymond önakaratából, a magyar nép önakaratából az Unióból. Pista. Szeretnék hozzátenni valamit, amire talán érdemes figyelni. Nem tudom, tudjátok, én szorgalmasan vizsgálom és nézem a na, ne segíts, igen, állami tévé. De ez igen? Inkább mindig meg tudsz minket lepni, Pista. Amire szeretnék utalni, az inkább írásban jelenik meg. Aki a magyar kormányt bírálja, az azonnal megkapja a magyar gyűlölő vagy hungarofób jelzőt. Én szerintem ez a találkozó csatanós válasz erre. Nem a magyarokat gyűlöli az, aki bírálja a kormányt, hanem magyarokkal ül le annak érdekében, hogy egy demokratikusabb ország legyen Magyarországon. Nincsen szó magyar gyűlöletről. Kormánykritikáról van általában szó. De ez nagyon... Nagyon világosan kiderült például a svéd NATO csatlakozás megtorpedózásánál is, mármint a Fidesz részéről, mert magyarokat, mi? Nem magyarokat, az Orbán kormányt kritizálták. Jogosan. És egyébként, ugye most talán tudjátok is, tudják, hogy a DK frakciója két napig Szegeden volt, és hát ugye ott is találkoztunk újságírókkal, tartottunk sajtótájékoztatót, rengeteg jó programunk volt. És ott is szóba került, Gyurcsány Ferenc mondta azt, hogy az óriási problémája a demokratikus koalíciónak, és neki személy szerint is Orbán Viktorral, hogy nem a hazát szolgálja, hanem a saját hatalmát. És ez az óriási különbség, és ez az, ami miatt a DK pedig mindent meg fog tenni. Hogy minél előbb felszabaduljon és megszabaduljon Magyarország egy olyan vezetőtől, aki nem a hazáját szolgálja.
Szabad nekem is kérdeznem valamit? Igen. És akkor hogy kikívánkozik? Hát ugye Károly az első ciklusban, 90 és 94 között az MDF szóvivője voltál. De egyik legközvetlenebb munkatársa Antal Józsefnek. Szerinted Antal József, ha ma élne, mit szólt volna ez a parlamenti szavazáshoz, hogy a svédeket nem, a finneket pedig igen, mint NATO csatlakozás? Hát ha meg tudta volna akadályozni, de akkor ilyet nem nagyon tudott volna, nem engedte volna, hogy ez így kerüljön napirendre. Hát ez olyan megalázó, olyan méltatlan Magyarország számára, mind a 9,5 millió magyar számára. Hát ez az Orbán kormány olyan helyzetbe hoz minket, hogy szégyelhetjük a magyarságunk miatt magunkat. Az a fajta magyarság, amit Orbánék híresztelnek, annak köze nincs a magyarsághoz. A magyar az nem ilyen. A magyar az tisztességes, becsületes, ez Kalmár szellem, amit ők csinálnak. Minden komoly politikai döntés mögött valamilyen anyagi érdek húzódik meg, és az vezérli. Hát van értékvezérelt és érdekvezérelt politika. Hát ha Antalt hoztad fel, Antal abszolút értékvezérel volt. Ő tudta, hogy amit csinál, annak úgy kell lennie, mert nem lehet másképp. Hiába van. Éppen most néztem meg ezt a Barikád című filmet, vagy Blokád című filmet, és ott Göncz Árpáddal vitázik, hogy nem mindig azt kell mondani, amit elvárnak tőlünk az emberek, és Göncz Árpádnak azért ment föl a tetszési indexe, a mutatója. Mondta neki Antal, hát figyelj, azért, mert neked ez fölment, azért van, mert olyanokat mondasz, amit hallani akarnak az emberek, de ebből egyáltalán nem következik, hogy igazad van. Tehát az értékvezéreltség az azt jelenti, hogy akkor is vállalom a magam véleményét, hogyha a pillanatnyi helyzet ennek nem kedvez. Hát nem ingunk, nem szélkakasok vagyunk, tehát olyan fajta, olyan méretű lejáratása történik, amit ők csinálnak, amit Orbán csinál, az egyenlő a hazaárulással. Ezt ki kell mondani, ezt nem kell kerülgetni, ez hazaárulás. Ez ennek az országnak az ezer éves becsületét emészti föl, ezt fogja semmivé tenni olyan érdekek miatt, hogy ő, a családja meg a barátjai gazdagodjanak. Emögött csak ez van. Pénz és tisztesség, ez áll egymással szembe. A magyar népnek el kell dönteni a következő választáson, hogy hova teszi le a garast. A tisztesség, az igazság a becsület mellé, mert a jövő ebben rejlik, vagy a pillanatnyilag megszerezhető anyagi haszon mellé, ami néhány emberé. Hát ha valakit zavar, hogy az Unió nem ad nekünk pénzt, hát én örülök neki, hát ellopják. Nehogy azt higgye valaki, hogy az a pénz az övé lesz, hogy attól majd a GDP növekedésétől egy Somogy megyei parasztembernek jobb lesz a sorsa, vagy egy nyugdíjasnak jobb lesz a sorsa. A Mészáros Lőrinc meg a Tiborc az biztos, hogy sokkal jobban fog gazdagodni az uniós. Ezért nem adják oda? Hát ezek nem hülyék. Hát nem hagyják, hogy a saját állampolgáraiktól beszedett adót igazságtalanul tolvajoknak osszák szét. Most egy kicsit kanyarodjunk vissza még az útra, mert Olga, pont a hét elején te felszólaltál a parlamentbe, ami igen heves reakciókat váltott ki a fideszesekbe. Nézzünk meg egy részletet ebből. Amikor a magyar árnyék miniszterelnök Keir Starmerrel, a brit árnyék miniszterelnökkel találkozott a múlt héten Londonban, az egész nyugati világ felkapta a fejét, hogy van itt valaki más is. Orbán Viktoron kívül. Tudom, hogy ez nem tetszik önöknek, de akkor is így történt, hogy Magyarország nem egyenlő az Orbán rendszerrel, hogy van itt egy tisztességes európai elköteleződésű baloldali erő, amely képes lehet majd lemosni azt a szégyent, azt a gyalázatot, amivel az Orbán kormány mocskolta be Magyarországot az elmúlt 13 évben. Látták, hogy van itt egy Dobrev Klára nevű politikus, aki készen áll arra, hogy visszavezesse hazánkat történelmi céljához, az európai tartozáshoz. Kardos menyecske. Nagyon kardos. Még nem reagálunk rá. Bocsánat. Itt nem a Fidesz frakció ült, úgy vettem észre a reagálást. Igen, de várjatok, majd utána reagálunk rá, de megnézzünk még valamit, mert nem csak a fideszes képviselők, hanem a megmondó emberek is azért igen sarkos véleményeket fogalmaztak meg. Nézzünk erre is egy példát. Árnyék Londonba árnyék utazik az árnyék kormány, hogy árnyék találkozzon egy árnyék kormánnyal. Írta a Telex. Amúgy tényleg arról van szó, hogy Londonban találkozik a brit árnyék kormánnyal. A magyar DK-s árnyék kormány.
ki tudja ezt komolyan venni? Két árnyék kormány találkozik, két kormány, aminek semmi befolyás nincs semmire. Hát valószínűleg az, hogy lemegyek a nyugatihoz, és találkozom a Csövessel, az pont ugyanannyi jelentősége van. Nem, annak több, mert akkor legalább mi nem hazudjuk magunknak többek, mint ami. Tudok neki segíteni mondjuk egy ebéddel, és akkor már többet tettem, mint ezek az árnyék kormányok összesen. Rónai Sándor árnyék külügyminiszter is két árnyék találkozón vesz majd részt. Nem érzik, hogy mennyire kibaszott ciki ez? Árnyék egyeztet. Vagy már a Telex is direkt rájátszik, hogy ilyen viccet csinál belőle. Jó, tegyük rendbe a dolgokat. Először is miért fáj a kormánynak ez egész? Kettő, mi az az irónia? Mi az irónia? Én a másodikra tudok válaszolni. Butaság. Semmi. Én ezt nagyon sajnálom. Miért kell ezt komolyan benni? És adom tovább a szót. Akkor beszélnék arról, ami a parlamentben történt, illetve hát, aki látta, látta, vagy aki hallotta, hallotta. Én ott tudom lemérni, hogy mikor melyik, akár egy Facebook posztom, de leginkább egy parlamenti felszólalásom, mennyire fáj a Fidesznek. Ez most nagyon fáj. Szinte az nap este valami olyan elképesztő cikkek jelennek meg a propaganda, birodalom különböző kis ágacskáinál, amikkel nyilván nem is mindegyiket találkozom, de éppen belefutok, akkor én magam is meglepődök, hogy most mi van? Például ezután a felszólalásom után tök véletlenül látom, hogy én Kálmán Olga azt mondta, és én nem is mondtam ilyet, tehát hogy nem is értettem, hogy mi ez, és kiderült, hogy egy hát most már 3 évvel ezelőtti Détót Kriszta elvitt magával egy autós interjúra, és abban az autós interjúban, hogy miket mondtam, azt, hogy most sikerült feldolgozni egy 3 évvel ezt mondta a Kálmán Olga. Mondta azt a Kálmán Olga, én is megnéztem. És egy hátradőltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor ez most fájt. Tehát, hogyha így írtok rólam, akkor ez most célba talált. Erről ennyi. Sajnos nem tudom megkerülni, hogy a mostani újságíró társadalmat, annak ellenére, hogy újságírók között ülök, kritizáljam, de nem őket. Itt van egy generáció, aki fölnőtt, és ha egy mondattal kell jellemeznem, sugárzik róluk, hogy lényegesen többet írtak, mint olvastak. Nincs stílusuk, nincs ismeretanyaguk, gúnyolódnak, és a saját hülye vicceiken képesek röhögni. Hát ennél nincs lejjebb, tehát ez egy borzasztó dolog. De van. De hát még mindig van lejjebb, az biztos. De visszatérve erre a látogatásra és a reakciókra, a kormányoldali reakcióra, én azt mondanám, hogy az igazi árnyékkormány barátságot Orbán tartja föl, például Trumppal. Hát Trump az most és börtönbe készül, lehet, hogy le fogják tartóztatni, és arra képesek hivatkozni a külügyminiszter, hogy minket azért nem hívtak meg az amerikai csúcsra, mert mi kifejezetten, deklaráltan Trump barátok vagyunk. De hát ez lehet, mi? Hogy lesznek sorstársak Trumppal. Hát azt nagyon bízom, hogy lesznek, akár itthon is lesznek sorstársak. Igen, beszél, hogy egyébként a mindenkori magyar kormánynak a mindenkori amerikai adminisztrációval kéne jóban lennie, függetlenül attól, hogy demokrata vagy republikánus. Persze, abszolút megindokolták, de ez lepergett a magyar kormányról. Mi azért nem lehetünk ott, mert mi Trump barátai vagyunk. Hát, hogyha ez, és ezt még nyíltan vállalják. Hát ez egy bunkó, ez a Trump. Ez, de hát az, hát meg kell nézni a megjelenését annak az embernek, az egész. Hát sajnos a világ hülyül, tehát egyre inkább esélyesek az ilyen karakterű. Én ezt nem mertem volna mondani, de örülök, hogy mondtad. De örülök, hogy mondtad. Én vendég vagyok, hát legfeljebb nem hívtok. Az a szörnyűség, hogy nem igaz, hogy a Fideszben ezt nem tudják. Tehát nem igaz, hogy nem tudják, hogy miért nem hívták meg őket, dehogy is nem. Nem igaz, hogy nem tudják, hogy mivel szolgáltak rá, dehogy is nem. De ez az indok, hogy azért, mert mi Trumppal jóba vagyunk, és így bosszultak meg, mi ma megint szembe jött velünk a világ, ráadásul Amerika egy ekkora nagy ország. Hát ez a közvéleménynek szól, ez fogja harsogni a Mészáros Lőrinc birodalmába, vagyis a Fidesz birodalmába tartozó több mint 500 sajtótermék. Ez fogja harsogni. Az rendben van, de azért mi kikérjük magunknak, ja, hogy hát a magyar kormány minket hülyének nézzen. Az igaz. Ez az egyik, hát szóval ez egészen elképesztő, ami történik, hogy ez egy hülyének nézett ország. Tehát azt gondolják, hogy amit ők mondanak, az szent és megmásíthatatlan, és minden majd, aki nem hiszi ezt el, az hazaáruló, ahogy az előbb István mondta, az hazaáruló. Az ennek a nemzetnek ellenére, mindenbe ellenére van, hát ez messe. Szóval fel kell ébrednünk, és amit az előbb mondtam, hogy a világ sajnos hát nem jó irányba megy, mi se.
Hát azért hogy tudjuk eltűrni, hogy 13 éve egy ilyen társaság vezesse ezt az országot? Tehát hol vannak a mi drága magyar, öntudatos, hazafias testvéreink, akik mondhatnák, hogy gyerekek, hát ebből elég volt. Hát tessék megnézni, 50% a nyugdíjas infláció. És töretlen a nép, hát persze a nép, ők mérik, tehát szerintük töretlen a nép. Én azért, ahogy emberekkel beszélgetek vonaton, azért messze nem így van, tehát az 50% ez a levegőben van. Na de azért valamit most már tenni kéne, tehát azért ezt nem tűrhetjük, hát a végén a gyerekeink, az unokáink fogják visszafizetni azt a rengeteg ellopott pénzt, amiből ők gazdagodnak külföldre, mit tudom én, hogy hova viszik, minket meg itt hagynak. Most mondják, hogy 600 000 ember hiányzik a magyar munkaerőpiacról, pont ennyien mentek ki dolgozni, és nem a hülyék hát, mentek ki dolgozni. Pakisztán, meg Vietnám. A legjobbak, a legtehetségesebb mentek ki, akiknek itt a nagymamája, aki nagyon örül, ha egy évben kétszer Skype-on tud beszélni az unokáival, nem is látta még. Hát micsoda világ ez? Hát valamikor azért diszidáltunk a létező szocializmus idején, hogy nyugati level, most ugyanott tartunk, és elfogadjuk, hogy hú, de marha jó ez, gyerekek. Hát itten, na, mindegy. Igen, de hogyha... Ha már itt szó volt a támogatottságokról, akkor ez szorosan fűződik a választások is. A Fidesz ugyanis megint követ dobott az állóvízbe, megint hozzányúlnak a választási törvényhez, és pont Károly nyilatkozott az egyik lapnak, hogyha jól emlékszem, és ebből szeretnék felolvasni egy részletet. Az ok egyszerű, hatalom vagy börtön, mert hogy két választásuk van. Vagy hatalomban maradnak, vagy ha nem, és egy tisztességes kormány alakul majd tisztességes igazságszolgáltatással, akkor a fele társaság napokon belül börtönben találja magát. Segítsünk megérteni nézőknek, hogy miről szól a választási törvény újbóli átalakítása egyébként. Először, hogy általánosságban azt azért már megszoktuk, hogy ha mondjuk formálódik valamilyen ellenzéki együttműködés, vagy koordinált indulás, vagy formálódik egy közös lista, hát akkor azonnal a Fidesz valamelyik tagja felébred, szólnak neki, ébredjen fel, és akkor bead egy módosítót, egyéni módosító indítványt. Most éppen Kósa Lajos volt a soros, aki ezt beadta. Szóval nekik teljesen mindegy. Hát azt csinálnak kétharmaddal, amit akarnak. Tehát nem tetszik a rendszert, akkor meghosszabbítjuk Bicskéig. Tehát gyakorlatilag ez már egy ilyen mindenre ráhúzható sablon. Nem tetszettek a választókörzet határok, mert voltak olyan kerületrészek, vagy voltak olyan településrészek, akik már évek óta, négy évente, évről évre nem a Fideszre szavaztak. Hát akkor azt elcsatoljuk ide, amaszt meg oda. Hát micsoda burda szabás mintát alakítottak a választókörzetek átrajzolásánál. Budapesten a kerületeknél szinte követhetetlen, az utca egyik oldala ide tartozik, a másik oldala sarokig, meg már a másik VK-ba tartozik. Azt csinálnak, amit akarnak. Most is valami miatt veszélybe érzik a hatalmukat, ezért jön Kósa Lajos, vagy felrázzák, hogy Lajoskán be kéne adni már valami módosítót, és akkor most megint átrajzolnak valamit. Ez ilyen egyszerű. Van egy másik dolog. Valóban nagyon csúnya dolog egy másik országot pénzzel támogatni annak érdekében, hogy nekünk kedvező eredményeket hozzanak a változások. Én is várom, hogy Marine Le Pen, na most a Fidesz, várjál, ez egy hosszabb felsorolás. Te azt mondod, hogy Marine Le Pen Franciaország kapott. Gyerekek, ti tudjátok azt, hogy Szlovéniában Janez Janša mennyi pénzt kapott? Ott a Fidesz be akarta kapni a teljes média világ, vagy annak egy részét. Vagy a legszebb, nem azt mondtam, hogy a legszebb, de a legveszélyesebb, amit a boszniai szerb köztársaságban csinál, ugye ezzel a Milorad Dodikkal, aki ki akar válni Boszniából, csatlakozni akar Szerbiához, tehát az egész boszniai térség megint egy háborús tűzfészek lesz. Ha ez, milliárdokat adtak ennek a Dodiknak. A guruló magyar milliárd. És akkor még nem beszéltem egy csomó, nem akarom mondani, hogy Erdélyben milyen pénzek mentek ottani szervezetekhez, civil szervezetekhez, pártokhoz. Hát amikor rosszban voltak az RMDS-szel, ha emlékeztek rá Markó Béla idején, akkor saját pártokat hoztak létre a Kövér László, ilyen mindenféle polgári erdélyi, nem tudom, miket, amik fél milliárdok mentek ki, és 0,5%-ukat kaptak a romániai helyhatósági választáson. Magyarán és aggódni kellett az RMDS-ért, hogy sikerüljön átugrani a küszöböt. Magyarán most tehát Magyarországon is civil szervezetek eddig kaphattak pénzt, ezt a kiskaput akarja bezárni Gulyás Gergely, illetve a kormányzat,
még egyszer hangsúlyozom, tehát nem sikerült őket rajta kapni. Nem törvényelmes az ország. Szabad, vissza, kicsit szabad ezt kiegészítenem, még annyival, amit én mondtam, hogy azért a legfontosabb az, hogy ez a törvénymódosítás azt jelenti, hogy a Fidesz fél. Tehát ő retteg attól, hogy el fogja veszíteni a hatalmat, és nyilván azért, mert tudja, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Most éppen a civil társadalom a cél. Tehát ők vannak célkeresztbe állítva, egy platformra hozta a pártokkal, tehát a civil társadalom, mint független, önálló társadalmi szerveződés ilyen formában megszűnik létezni. Hát vegyük már észre, hogy ez a magyar állampolgári aktivitást akarja megölni. Nehogy már olyan, hát egyébként minden, hát az atomizált társadalom a Fidesz jövőképe, ahol még a szomszéddal se beszélgetek, aki mellettem ül, mert nem tudjuk, hát az olyan, mint régen a Rákosi időkben, hogy ki tudja, hogy mit mondott a másik. Hát hoztak is egy olyan törvényt, ugye ez a magyar életmód védelme, ahol kötelezővé tették a feljelentéseket. Igen. Minden 50 főnél többet foglalkoztató cégnél kell egy olyan intézménynek lenni, ahol bejelentésekkel, névtelen bejelentésekkel lehet. Ez a civil, a polgári társadalom, nem mondom, hogy polgári, mert ezt ők vezették be, sokkal általánosabb, hogy állampolgári. Tehát az állampolgárok közössége elleni olyan merénylet, amit nem lehet, és erről beszélni kéne. Tehát minden a fórumon... Magyarország, igen, a főjelentgető. Ezt muszáj, hogy ezeket... De az egy nagyon jó és pozitív dolog, mert mindenben van valami pozitív, hogy félnek. Tehát rettegnek, mert látják, hogy azért ennek a nagy lejtőnek a végén csak a bukás lehet. A kérdés az, hogy milyen a bukás után, és hát nagyon bízunk abban, hogy valóban olyan igazságos kormány jön, mert ha ezeket nem teszik félre, akkor a legerősebb ellenzéki párként olyan anyagi bázissal, amit ők összeloptak, és ha ez nem lesz elvéve tőlük, és nem lesz egy normális igazságtétel, ami egyébként 90-ben elmaradt, és most már látjuk, hogy azért ez nagy baj volt, hogy elmaradt, akkor itt nagyon csúnya jövő vár a következő kormányra, ezt elő kéne készíteni. Tehát amit most csinálnak, hát az megvalósítja, amit a Vörös Imre alkotmányjogász, alkotmánybíró annak idején kimondott, hogy itt a hatalom totális megszerzésének nem a szándéka érhető tetten, hanem már megvalósult. Hát az, hogy a kuratóriumokat, az egyetemi kuratóriumokban kormánytagokat raktak be, hát az mi? Hát egy alapítvány, ez egy autonóm szervezet. Kezdjük a médiahatósággal, ahova még keresztény demokratákat sem engedtek be, csak fideszeseket. Na, mondjuk hát azt megértem. Ha fölismerték, hogy nincsen nevű párt jelenleg. Zárójelben szeretnék valamit. Rövid zárójel, és megyünk tovább. Jó, nem ígérem. Milyen arányokról van szó? Ugye maga a vár itt 4,5 milliárd forint, nem kis összeg, amit egy civil szervezet, Márki-Zay Péter szervezete, ugye magáévá tett. Ezzel szemben áll az a plakát erdő, amire milliárdokat költenek el, mint kormányzati információ, mint kormányinformáció, szem ez van ráírva. És sietek hozzátenni az a 130 milliárd évente, amit a közszolgálati televízió kap. Hát, vagy gondolj bele, amikor valamelyik zsebszervezetük a Facebookon el tud költeni 1-2 milliárd forintnyi hirdetést a Facebookon. És akkor azt mondják, hogy adományból. Igen, igen. Tehát ugye csak az arányok. Hát az adófizetők adományait. Az adófizetők adományait már minden, igen. Igen, nincsen egyszerű helyzetben az ellenzék, azért azt látjuk, de itt az idejében beszéljünk egy kicsit az ellenzéki pártok helyzetéről is. De még mielőtt ebbe belemegyünk, nézzük meg, hogy Ungár Péter mit mondott a DK Szubjektív egy korábbi adásában. Tényleg, aki nem tudja elmondatban elmondani, egy Wikipedia szócikknyi egy mondatban, hogy miért van, az nem jó, azért nem jó, hogy így létezik, mert nem fed le valódi világnézeti támogatottságot a választóknál. Magyarországon egy zöld párt van, az az LMP. Pont. Azért sok mindenről kell még beszélnünk, de kezdjük rögtön a zöld pártok helyzetével. Ugye kijött itt egy friss kutatás, amiben nézem, hogy az MSZP és a Jobbik mellett két zöld párt, a Párbeszéd és az LMP is csak 1-1%-on áll. Mi lehet ennek az oka? Károlyra nézek, hát ugye neki van zöld kötődése. Az a helyzet, hogy a magyar nyelv az roppant gazdag. Arany János 20 000 szókincsel dolgozott, de az átlag magyarnak is van legalább 2 000 szókincse. Szóval annál nagyobb hülyeséget kitalálni, hogy zöld párt,
nincs jelentéstartalma. Tehát ezzel nem lehet politizálni, nem lehet a közéletbe teret nyerni, hogy zöldek vagyunk, és akkor mi van? Mi meg pirosak, az meg sárga. Tehát ez egy tartalmatlan, értelmetlen dolog. Ezt úgy kéne csinálni, hogy például most az energiaválság idején, ugye, amikor kiderült, hogy akkor az összes hirdetés, ami megjelent, és politikai nyilatkozat arról szólt, hogy ennyi pénzt spórolsz meg, ha így csinálod, ennyit, ha így, ennyit, ha úgy. Na de arról, ami múltkor pont a DK-nak, és hadd dicsérjem a DK-nak ezt a konferenciáját, a környezetvédelmi konferencián egy Bart nevű ember szájából elhangzott, aki egyébként a Klíma 2050 intézetnek a vezetője, hogy egy Celsius fok hőmérséklet emelkedés mit jelent? Hogy csökken a víz, a világ víztartaléka? Éppen most ugye mai hír, hogy emelni fogják Magyarországon a vízdíjat. Hát nehogy valaki azt higgye, hogy ennek nem lesz köze majd ahhoz, hogy a klímaváltozás legnagyobb vesztese az a vízkészlet, meg az összes negatív kibocsátás, tehát nem úgy kéne beszélni a klímavédelemről, hogy mi zöldek vagyunk, meg klímát védünk, hanem úgy, hogy ennek a mi mindennapi életünkben milyen hatásai vannak. Jó, de hát Károly, attól meg a pártok beszélnek erről, de hát a párt nevében azt nem mondhatja azt, hogy vadvirág, a klímaváltozás által okozott vízkészlet csökkentése ellen küzdő párt. Nem is így kéne mondani. Tehát a zöld azt azért mindenki tudja, hogy azért zöld, mert környezetvédelem a fókusza. De hát mindegyik az. Hát a legnagyobb környezetvédők elvileg azok a keresztény pártok kellenének, hogy legyenek, mert az Isten a teremtése, a Biblia szerint. Nem. Ja, ha lenne, csinálom. Normális, ja, akkor ja. Az úgy lenne, hogy rá lett bízva a teremtés által a világ megőrzés, hát ennél nagyobb, hogy megőrizd a világot, nincs nagyobb környezet védelmi feladat, és ez már benne van az Ószövetségben. Hát csak ezt kéne továbbvinni, de a zöldek úgy jöttek elő, hogy mi vagyunk az újak, itt mindenki tróger, mindenki rongálta a környezetet, csak ki kéne már mondani, hogy a klímavédelem leghatásosabb eszköze lenne, hogyha lemondanánk a fogyasztói társadalom összes baromságáról. Az juttatta ide ezt a világot, hogy mindent használd, ne javítsd meg, dobd el, vegyél egy újat. A lábosgyárakba azért gyártanak egyre nagyobb lábosokat, hogy az eladhatatlan kislábosokat legyen mibe belerakni, mert egyébként a piacnak nem kell. Nem mérik föl. A gyártónak ebből marha nagy haszna van. Autókat hány évre tervezik, mosógépeket. A mosógépszer van egy 20 éves mosógépünk, Philips, jött megjavítani az ember, vegyünk egy, de hogy vegyenek, hát nézzen meg ebbe minden fém. A mostaniban meg minden műanyag 2 év alatt eltörik és eldobhatja. Tehát arra van a világ berendezve, hogy használja az energiát, hogy eldobálja az értékes dolgokat, és akkor kitalálják, hogy újra lehet hasznosítani, nem kéne eldobni. Meg Károly, kéne javítani. Van egy nagyon rossz hírem. Na? Te zöld vagy. Te zöld vagy. Figyelj, ez nem volt, ez zöldség volt. Karcsi által emlegetett zöldügyi konferencia számomra egyik legfontosabb és egyik legpozitívabb meglepetése az aligai hős volt, aki megakadályozta a Klubaliga és a magas part beépítését, úgyhogy szerintem őt azért ünnepeljük meg, és Karcsi szerintem beszéljen erről egy pár mondatot, meg arról is, hogy ti ott milyen munkát végeztek, ahol te laksz. Úgy hívják ezt a jó embert, hogy Bukovszky András, ő a Aligai Fürdő Egyesület alelnöke és önkormányzati képviselő, és a legharcosabb ellenfele az önkormányzatának, aminek ő is tagja, és annak a beruházónak, aki most már nem tudjuk, most éppen a Bayer cégnek a tulajdonába áll, de volt ez már Mészáros, volt ez Tibor, volt ez Jellinek, mindenkinek volt már a birtokába, ahol tulajdonképpen sokkal pocsékabb állapotot akarnak előállítani, mint amilyen volt a létező szocializmus idején, akkor ez pártüdülő volt, és onnan ki volt tiltva minden normális élő ember. Na most ugyanitt tartunk, a partot fölparcellázták, 1 milliárdért adtak el 17 telket, nem 17-et, egyenként, tehát ez 17 milliárd forint, úgyhogy a sétányt fölparcellázták. Pedig törvény mondja ki, hogy a Balatonnak elvileg körben járhatónak kell lenni, és ez az ember, aki ott volt a konferencián, és akivel én nagyon jó kapcsolatban vagyok, ez valóban megérdemli azt, hogy példát mutat, tehát hogy egy civil szervezetnek hogy kell működnie. Az én civil szervezetem, vagy a miénk, annak az a neve, hogy a Mosolygó Balatonföldvárért. A cím azért van, mert én annak idején idegenforgalmi bizottsági tag voltam, és rengeteget foglalkoztam a Balaton mellett idegenforgalommal.
Ausztriának körülbelül 10-szer annyi bevétele van, idegenforgalmi bevétele, mint Magyarországnak, hasonló adottságok mellett, mondjuk Balatonjuk nincs, de van Alpok. És akkor, amikor a titkokat keresjük, és jönnek az okos szakemberek, akkor én megkérdezem, megnéztétek már, hogy milyen az emberek ábrázat, amikor átmentek a határon? Hogy ott mindenki mosolyog, hogy mindenkinek nyílt a tekintete, nem a földet nézi, hanem egymás szemében néznek, és örülnek egymásnak. És ez nagyon sok, oda öröm menni hozzánk, hát minek? Hát így mindenki a földet nézi, és mintha valamibe el akarna botolni, és ezért kitaláltuk, hogy csinálunk egy egyesületet, aminek az a neve, hogy a Mosolygó Balaton, de ez az egész országra igaz. Tehát én úgy hiányolom, hát a magyar egy jókedvű népség. Karintitől kezdve olyan humoristái voltak és vannak, hogy elképesztő, és mégis, és most volt egy felmérés, egy Európai Uniós felmérés, mi vagyunk a legpesszimistább és a legszomorúbb nép. Hát mi a francér? Tehát ezért lett ez a neve. Hát mert ilyen a kormány. Hát, de miért hagyjuk? Hát, túl vagyunk a Balatonon, túl vagyunk a jaktokon, nézzük meg, hogy mi vár a folytatásban. Gyurcsány Ferenc kemény kijelentései. Azonnal megbeszéljük, hogy mi lesz Karácsony Gergely és az ellenzéki együttműködés sorsa. Hazudik a közmédia, most éppen azt nem mondják el, hogy mennyit keresnek a propagandistái. Hamarosan kiderül, hogy miért perli be a DK az MTV-ját, és az is, hogy mik lehetnek az ügy következményei. Megint zajlik az élet a fideszes propagandabirodalomban is. Bencsik András újra elszabadult, Bayer Zsoltot és a pesti srácokat pedig letiltották. Mutatjuk a hajmeresztő kijelentéseket. Végül pedig új műsor a DK TV-n. A DK kulisszában minden és mindenki sokkal több, mint azt bárki gondolná. Exkluzív részleteket árulunk el az új műsorról. Gyurcsány Ferenc tehát a mai napon egy hosszabb nyilatkozatot tett a Spirit FM-nek. Legelőször is hallottatok róla? Hogyne. Természetesen. Hogyne. Ne, hol? Ki? Ki az a Gyurcsány? Azért elárulok annyit, hogy igen, kemény kijelentések hangzottak el mind az önkormányzati, mind az EP választásokkal kapcsolatban is. Mit szóltak például ahhoz, hogy azt mondta, hogy Karácsony Gergelyjel kapcsolatban nem tartja kizártnak, hogy kihívást intéz ellene a DK? Ugye hát ez már korábbi álláspont volt, hogy nem automatikus az a döntés a DK-nak, hogy őt támogatjuk egy következő ciklusra is. Itt sokszor megfogalmazódott már az, hogy nem csak az a fontos, hogy valaki eligazgassa esetleg valamilyen módon Budapestet, több-kevesebb sikerrel, hanem az is, hogy Budapestet a szabadság fővárosává kell tenni. Egy olyan helyé, ahonnan az egész európaiság, a szolidaritás, a tolerancia kiárad és hat egész Magyarországra. Hát ez ügyben lehetnek a DK-nak és más pártoknak is más olyan véleménye, hogy esetleg érdemes megfontolni személyi döntéseket, de a DK hivatalosan, a DK elnöksége, amely hivatott erre, hogy ilyen ügyekben döntsön, ilyen ügyekben még csak nem is tárgyalt, nem hogy döntött volna. Van még idő, tehát 2024-ig van idő, akár az EP, ugye ez is szóba került, az Európai Parlamenti Lista, az első három személyt megnevezte Gyurcsány Ferenc ebben a rádióinterjúban, de azt is elmondta, hogy ezzel legkorábban majd 2024 év elején foglalkozunk, tehát hogy körülbelül, mert hogy nem most van a személyi kérdéseknek az időszaka. Tehát negyedik helyezettől fölfele a lista az még teljesen nyitott, nem döntött főpolgármester jelölti személyében sem, polgármesterek jelölti személyében sem, EP lista teljes egészében sem, nem döntött még a DK. Az is szóba került, hogy mostantól a DK tudatosan lassítja majd az átlépéseket. Mit vártok ettől a döntéstől? Én úgy érzem, hogy valóban a többi ellenzéki párt ezt zokon veszi. És nem nagyon hiszi el, hogy vannak, akik maguk elhatározásából, legjobb szándékuk szerint a DK-ban szeretnék folytatni a pályafutásukat. Ebben sok minden lehet természetesen, de ne zárjuk ki azt, hogy azért, mert végül is a DK bizonyítottan a legnagyobb ellenzéki párt lett. Van egy koncepciója, van előtte egy olyan út, amit következetesen visel, és így tovább. Notabene nekem személy szerint is van ezzel egy kicsi problémám, mert nekem is van egy ismerősöm egy másik pártból, aki kifejezetten sürgeti, hogy vegyék már fel a DK-ba, és egyelőre várnia kell. Igen, igen. Akiről beszélek, az nyilván tudja, hogy róla beszélek. Ugye többet nem akarok erről mondani. A szabad
többfelé bontani ezt a történetet. Tehát szerintem az sok szempontból természetes és normális folyamat, hogy politikusok átlépnek egyik pártból a másikba. Tehát amikor Fodor Gáborék átléptek a Fideszből az SZDSZ-be, senki nem mondta, hogy kisgömböc, meg zsarolás. Károlyék elszenvedői voltak, amikor a Fidesz megette az MDF-et. Itt a, azért mondták a kisgömböc. Igen, Lezsák, Boros, Manninger, stb. Stb. Tehát te emlékezel erre a történetre. Ez a mai KDNP-se gondolta azt, hogy annak a liberális Fidesznek lesz ma a kis testvére. És azért én még emlékszem arra is, amikor Bajnai Gordon gyakorlatilag szétkapta az LMP-t egy pár hét hónap alatt, hogy az Együtt nevű pártot létrehozza. Tehát önmagában ez alapvetően a politikai versenyfutás részének tekintendő szerintem. Itt az a kérdés, hogy megkezdődnek az ellenzéki pártok között szép lassan a tárgyalások arról, hogy hogyan, milyen struktúrában kiket lehet támogatni, Batonyától Nemesmedvesig, a főpolgármestertől a Vácrátóti négyes választókörzet egyéni jelöltjéig, és ezeket a tárgyalásokat nyilván egy olyan környezetben szeretné a DK lebonyolítani, vagy elindítani, ahol nem a személyi kérdések lesznek, ez a bezeg átment hozzátok X vagy Y, tudjuk mindannyian, hogy vannak további jelöltek, azt sem tartom kizártnak egyébként, hogy időnként egy-egy ember megérkezik. A folyamat az ezáltal ugye lassítva lesz, ezt jelentette be Gyurcsány Ferenc elnök úr, de az, hogy jönnek majd még, ez természetesen nem zárható ki. A lényeg az, hogy a végén meg kell állapodnunk az önkormányzati választásra, mert ott az egy ellenzéknek persze erőviszonyokat tisztába téve, de a végén úgyis meg kell állapodni. Szabad egy szót? Na hát akkor itt az ördög ügyvédje leszek, mert azért ez életveszély. Ma az ellenzék legkomolyabb politikai pozíciója a főpolgármesterség, közjogi értelemben is, politikai értelemben is. Ezt megkérdőjelezni, hogy ez nem biztos, hogy a Fidesz lemondott Budapestről, Fürjes Balázs államtitkár vagy helyettes, ki a fene, az volt kijelölve arra, hogy ő lesz majd a kihívó, ő kiment a politikai közéletből, tehát ott hagyja, ő nem politizál tovább, mert ennek nyilván az a háttere, hogy Orbán azt mondta a fölmérések alapján, hogy a vidék az övé, a Budapest az ellenzéké. Parlamenti szereplései alapján a Fürjes azért már nem volt egy ilyen kedves fiú, azt az Olgával mi tapasztaltuk. Kicsit sem volt kedves fiú, sem egyáltalán. Rétvári Bence stílusában gyalászkodott. Ő volt kinézve. Volt ilyen. De ő volt erre kinézve, ő volt erre kinézve, és egyelőre nem is látszik, hogy van olyan jelöltje a Fidesznek, aki eséllyel venné föl Karácsony Gergellyel a harcot, és én ezt roppant veszélyesnek tartom, hogyha ezt a pozíciót, ezt meginoktatjuk. Nem mondjuk azt, hogy le, de azért elgondolkodunk rajta, mert nagyon bölcsek vagyunk, nem lenne szabad. Tehát itt olyan egységet kell az ellenzéknek felmutatnia, mert a legerősebb pozíciója ez, és ezt legalább meg kell tartani a következő választásoknak, ez lesz a tétje. Egyébként valóban én ezt abszolút megértem, ahogy István is mondta, hogy az ellenzéki pártok, egyébként ilyen a választójogi törvény, nem kellett volna elfogadni. A választójogi törvény kényszeríti erre a teljesen idióta összefogásra a pártokat. Hogy ezt kinek mondod, hogy nem kellett volna elfogadni? Mi nem fogadtuk el. Tudom, hogy nem fogadtátok el, csak annak idején 2012-ben itt járt az EBSZ, és az csinált körkérdést, ugye, hogy mit szólnak az ellenzéki pártok ehhez a választójogi törvénymódosításhoz, és például akkor Mesterházi Attila azt találta mondani, hogy hát mi úgyse szavazzuk meg, mert kormány előterjesztés nem, de legfeljebb majd, ha mi kerülünk hatalomra, akkor nekünk fog kedvezni. Hát ilyet nem szabad mondani, mert egyrészt nem lehet hatalomra kerülni. Ez a választójogi törvény olyan helyzetet teremtett, hogy csak egy különleges összefogás, egy minőségében egészen más összefogás fog hozni olyan eredményt, aminek egyetlen egy célja lehet, le kell váltani a Fideszt. Addig nem kell beszélni programról, mert nem lehet a Jobbik, meg az MSZP, meg a DK, meg a Momentum, mindegyiknek van valami olyan ötlete, ami szerint a világ megváltó. Nem lehet összehozni. Szerintem egy olyan cél kell. Le kell váltani a Fideszt, és mindent ennek utána lehet alkudozni. Én erre tudok is egy megfelelő szemét. Mindjárt meg is kérdezem. Én nem vállalom. Igen. Nem vállalom. Nem, Dobrev Klárának hívják. Akiről mi hangzott el ebben az interjúban?
Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ő fogja a DK EP listáját vezetni. Igen. Na most akkor ő már nem ambícionálja a miniszterelnökséget? Rengeteg ilyen kommentet láttam a mai napon. Igen, én is találkoztam ilyenekkel, de hát ez olyan butaság. Tehát ugye 2024-ről beszélünk, amikor együtt lesz önkormányzati választás és európai parlamenti választás. Mindenki, aki ezen a 2-1 választáson indul, és elnyeri a választók bizalmát, abból képviselő lesz. Európai parlamenti képviselő lesz, vagy önkormányzati képviselő lesz, vagy polgármester lesz, vagy főpolgármester lesz belőle. De ez nem azt jelenti, hogy majd 2026-ban egy az, hogy odáig nem akar dolgozni, mert azt mondja, hogy jó, akkor én már képviselő vagy nem semmi. Tehát lesz egy posztja a választók jóvoltából, és természetesen az országgyűlési választás, ami 2026, addig még a legjobb tudása szerint tehet, dolgozhat azért, hogy ez a kormányváltás meg is valósuljon. Ez ilyen egyszerű. Az a baj, hogy erősödik, az nem baj, örülök neki, hogy erősödik, a DK erősödjön, Isten éltesse, csak az a baj, hogy az ellenzéki oldal nem erősödik. Tehát tulajdonképpen a DK új szavazói azok a pártok, az, a többi ellenzéki párt szavazóiból jönnek el. Nem. Csak ennek meg kell találni az ellenszerét, nyitni kéne. Hát, például az előválasztás során a civilek kizárása, és ebben minden pártludas volt, az egy akkora öngól volt, azért a magyar társadalom sokkal értékesebb annál, mint hogy ezt a politikai elitet tudja magából kiállítani. Vannak itt értékes emberek, csak kéne őket, teret kell adni. Például az árnyék kormánnyal kapcsolatban. Én nagy örömmel vettem volna, hogy olyan szaktekintélyek kerülnek bele, mert én a felét nem ismerem, meg egy jelentős részének, nem tudom, hogy mi az előélete. Na de hát azért itt vannak olyan volt miniszterek, vannak olyan akadémikusok, szakemberek, olyan jogtudósok, akiknek helye lett volna, tehát ezt az árnyék kormányt lehetett volna társadalmasítani úgy, hogy ebbe bevonunk civileket, hogy ebbe bevonunk párton kívülieket. Ugye tudod, hogy aki elvállal egy ilyen funkciót mondjuk az árnyék kormányban, annak vége? Tényleg annak vége. Hát úgy, akkor ne vállalja el. Hát ez történik. Nem, tehát akkor nem lesz, ez történik. Nem lesz kutatóhelyen, nem lesz szállás. És egyébként egy percig nem titkoltuk. A Demokratikus Koalíció árnyék kormánya. És egyébként nagyon, tehát az összes többi ellenzéki párt is kapott meghívást ebbe. Volt olyan politikus, ismert politikus, aki igent is mondott. Majd visszament a saját pártjahoz, és azt mondták, hogy nem. Egyébként nagyon sok műhelye van ennek az árnyék kormánynak, amiben nagyon sok civil dolgozik. Sőt, olyan szakértők, akik országosan ismert szakértők, csak nyilvánosan nem adják a nevüket. Azt mondják, hogyha nem kerül nyilvánosságra a nevem, ezért vagy azért vagy amazért. Ez a dolog. De akkor miért külditek el? Hát aki nem meri, figyeljetek, hát nem lehetünk öröki a bújkáló emberek országa. A szakérte, hát milyen jellemek ezek, hogy figyeljetek, nem, én ott vagyok, de az én elemet... Adja, a szakértelmét adja, de az egzisztenciáját, vagy a családja egzisztenciáját, vagy az unokaöcsi egzisztenciáját meg nem akarja veszélni. Legfeljebb erkölcsi alapok nélkül nincs szakértelem. Igazad az van. Az ember, aki nem vállalja a saját arcát, hogy odaálljon, és én ezt jó ügynek tartom, és az ügyet tartom jónak, és ezt ő nem vállalja az arcával, attól mit lehet elvárni? Megadnám a telefonszámokat, de mondd el. Te egy furcsa állapotban levő ember vagy, mert te most ugye egy civil szervezetet képviselsz és támogatsz, de közben meg pártpolitikusi múltad van. Tehát te mind a kettőre van fókuszod, de az a civil, aki bejön egy ilyen műhelybe és azt mondja, hogy Klárának én segítek, mert ő fontosnak tartja majd a kormányváltást, ő egy civil álláspontot képvisel. Van olyan, aki azt mondja, például a Bodnár Zoltán, hogy ő ugye most kvázi civilként elvállalja a pénzügyminiszterséget, mert ő ebbe azt gondolja, hogy ő mindenféle szempontból, emberileg, politikailag, stb. Ő bele tud állni. De hát alkalmazkodnunk kell az a helyzethez, hogy ebben az országban nagyon sokan félnek. Ez az igazság. De és ez a félelmet kéne oszlatni. Hát a Fidesz van. Azt hirdeti, hogy az ország egyik felét megfélemlítettem, a másik felét meg megvettem. Mi a francért kell ezt elfogadni? Hát ne nem fogadjuk el. Nem fogadjuk el. Álljunk ki oda, akit bántanak, amellé ki kell állni ezerrel. Tömegeknek kéne mögé állni, amikor valami olyan megmozdulás van, hogy valakit bántanak, hát tessék megnézni, hogy milyen szégyen az. Itt voltak először a pedagógusok. A magyar társadalom pedig mindenki érintett, mindenkinek van gyereke, van unokája, és a magyar társadalom az, hát jó, itt vannak az orvosok. Az orvosok mellett a magyar társadalom, hát erre kéne rávenni a magyar embert, hogy ne az árokba húzódva próbálja meg túlélni a túlélhetetlen, mert csak rosszabb jöhet. De ez az is kell, hogy az a tanár...
De ez az is kellene, hogy az a tanár, aki tüntet, az nem mondja azt, hogy aki pártot akar képviselni, az ne menjen ki a tüntetésre. És ne vigye a zászlóját, és ne vigye a jelvényét. Mert abszolút, hát, csak abszolút. Akkor lesz ott nem 50 000-es tömeg egyszer, hanem 100 000-es, ha mindenki kimegy. Akinek ki kell mennie. Mert ugye az ügy a lényeg, és nem az, igen, hogy most a párt otthon vagy nincs, igen, ott. Az ügy a fontos. Amikor azt mondtad, hogy mekkora butaság volt a 22-es választásban az ellenzék oldal, hogy a civileket kizártuk. Hát csókolom, ki volt az ellenzéki közös erő miniszterelnök jelöltje? Egy civil. Aki aztán most pártot alapít. Igen. Ugye itt a bevezetőben mondtam, hogy Bencsik ismét elszabadult. Hát ez egy visszatérő motivum, mint már a műsorainkban úgy érzem. Nézzük meg, hogy most miről volt szó. De van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert Afrikáról nem beszéltünk, biztos ti is láttátok ezt a hírt, hogy Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik, és az amerikaiak tombolnak. Ja, és 100%-os egyetértése hozta meg ezt a ugandai parlament, amiben az a gyönyörű, hogy ez egy jelzés, hogy nyilvánvalóan ez egy jelzés volt, az egész világon most ugye az új kánon, az új vallás, az a másság kultusz, az LMBTQ, tehát a bubuk az új szentek. És akkor erre azt mondják az ugandaiak, hogy mi meg jól lenyakazzuk őket, hogyha itten próbálkoznak összeállni kettesével. És ez egy üzenet, hogy Afrika nem csak, hogy nem vesz részt ebben a szemétségben, hanem szembefordul, mert Uganda csak egy ország, de vélhetőleg nem, ők voltak a legbátrabbak, vélhetőleg a többi is követi. Olga, látom, hogy nagyon kikívánkozik belőlem. Nem. Ami kikívánkozik belőlem, az nem hiszem, hogy itt megállná a helyét itt a nagy nyilvánosság előtt. Óriási különbség van két dolog között, és itt most egy igazi velünk élő klasszikus szeretnék idézni, Vágó István. Ja, nagyon nagy különbség van a szólásszabadság és a gyűlölködés között. Én az uszítás szót használom. Bocsánat. Igen. Vágó István, hogy nagyon nagy különbség van a szólásszabadság és az uszítás között. Mi ez? Mi ez a duma? És ugye olyan sokszor elmondtuk már, hogy ráadásul a mi pénzünkön, állami televízióban, és csak egy mondatot engedjetek meg, ugye nagyon szeretnénk nevén nevezni azokat az embereket, akik tényleg ezt teszik a magyar társadalommal, Orbán hatalmának megtartása a cél, ezt soha ne feledjük el. Közérdekű adatigényléssel fordultam az MTVA felé, hogy azok a fő-fő-fő propagandisták, akiket itt-ott-amott látunk, hallunk, hát hogy mégis mennyi közpénzért végzik ezt a munkát. Először kértek egy kis haladékot, mert hát nagyon nehéz volt a munkaszerződést beszkenelni, vagy átküldeni e-mailbe, aztán megérkezett a válasz, és nem fogjátok kitalálni, hogy mi volt az indok, hogy miért nem adják ki az állami TV propagandistának a fizetését, hogy mennyit keresnek közpénzből. Hát azért, mert hogyha megtudná a piac, a szakma, hogy ezek a kiváló szakemberek mennyit kapnak, akkor biztos elcsábítanák és elvinnék azt őket tudti. Még több pénzért. Azt hát biztos két kézzel kapkodnak utánuk. És akkor még egy dolgot hadd mondjak el nektek, mert ugye említettem, hogy ezen a héten Szegeden volt, és a megyében több helyszínen a DK frakciója, és hát tartottunk egy sajtótájékoztatót, amikor is eljött az M1 híradó is, hírtévé is, tehát voltak ott bőven. És hát megint jött ez a régi szöveg, hogy hát a DK EP képviselői akadályozzák meg, hogy Magyarország megkapja a pénzt. Nem a DK, az Európai Unió állampolgárainak a pénzét ellopni tilos, ilyen egyszerű a dolog. És azt képzeljétek el, hogy ott volt a M1 riportere, aki hát belebonyolódott a kérdésbe, és nem tudta, és gyorsan fogta a telefont, és akkor szóltam is neki, hogy nyugodtan olvassa fel a kérdést, amit írtak neki. Tehát, hogy ott volt, és ki kellett keresni a kérdést, hogy ez most hogy van, hogy hazaáruló, vagy nem tudom, igen, micsoda, biztos voltak valamilyen kulcsszavak, és ott kereste ki, hogy mi lesz az ő következő, igen, kérdése. Nagyon rossz dolog ezt látni egyébként. Igen. Engem is szorít valami ennek kapcsán, bocsánat, az direkt. Ugye én azt látom, hogy a NER médiában ugye most az igazi nagy botrány az az, hogy a YouTube-ról is, meg a Facebook-ról részben letörölték a pesti srácokat, a Bayernnak az oldalát, és így tovább, és így tovább. És hogy a szólásszabadság is. És mit látunk? Ezt a felvételt, amit most megmutattunk a mi nézőre, ezt ők maguk törölték le. Mert úgy ítélték meg, hogy átlépett egy határt, ez már sok, hogy ezért őket a médiahatóság megfogja, az ő médiahatóság, de igen. Az hát ő nem médiahatóság, nem tudja, az nem érdekli, Brüsszel.
Ja, igen. Nem hiszem. Fölfogok tenni egy olyan kérdést, amit Bencsikkel kapcsolatban mindig felteszek. Központi fideszes jóváhagyás nélkül mondhat-e ilyeneket? Dehogy nem, általában igen, itt most nagyon elszaladt. Itt most valószínűleg, én nem tudom elképzelni, hogy ezt ők hagyják. Hát, hogy ezt nem tudom. Ez mindennek. Akkor nem volt rajta valószínűleg áldás, mert különben nem szedték volna le már az áldást. Szóval, hogy az a jó hír, hogy a melegeket kivégzik, ezt a mondatot nem lehet elmondani nagy nyilvánosság előtt, ezt nem lehet megvédeni. Tehát én szerintem erre nem kapott engedélyt, a többire lehet, hogy igen, de ez túlmegy minden határon. Nem beszélve arról, hogy azt úgy beállítani, hogy ma a jól idézem, hogy ma a melegek a szentek, hogy ők a kultuszfigur. Ez nem igaz. Az emberi jogaikat nekik is el kell ismerni. Ennyi az egész. Én bocsánat, hogy csak egy gondatot, szóval én ezt a borzalmat, meg ezt a szerencsétlent már láttam. Na most itt körülbelül 5 percet töltünk még el lépszabadságos idejében is rémlik. Ennek a borzalmas dolognak az ismétlésével, és ezzel foglalkozunk, amikor beszélhetnénk például a DK meg az Árnyék kormány szegénység elleni küzdelméről, meg egy csomó, mi a francnak kell nekünk ebbe a tévében megismételni azt, amit a Hír TV meg a állami TV lejátszott. Hát eleget rágódtunk rajta. Tehát én azt javaslom, hogy csak akkor lehet itt teret nyerni a magyar társadalom berkeibe, hogyha olyan dolgokkal állunk elő, ami őket igazán érdekli, hát ez már lerágott csont. Nem Károly, nem értek egyet. Ezzel kapcsolatban van egy fontos kérdés, hogy meg lehet ezekkel a lépésekkel állítani a gyűlöletbeszédet? Tehát, hogy például a YouTube csatornájukat törlik, stb. Szerintetek. De kurva egyszerű, bocsánat, nem kell nézni. Bocsánat, hogy kimondtam ezt a csúnyaszót, de nem kell nézni. Hát ki a franc, én soha nem nézem meg, hát miért kell azt nézni? Hát én nem kívánom. De ki beszél rólad, Károly? Kit érdekel, hogy te mit nézel? De igazad van. De nézik. De nem lenne baj, ha nem néznék. Tudod? Károly, az a baj, hogy te egy ultraliberális vagy. Na, én zöld voltam. Egy ultraliberális zöld. Megmondom, hogy mire alapozom ezt. A liberálisok szokták mondani, és én nem tudom, hogy egyetértek-e velük, vagy nem, hogy mindenki hadd mondjon azt, amit akar, majd a józan többség kirekeszti őket. Már úgy értem, hogy azt mondja, amit te... Karanténba zárja. Nem rekeszti. Igen. Nem ez történik. Nem ez történik. Ha megfelelő populizmussal adod elő, meg cicomával, meg mindennel, ami vonzza a tekintetet, meg tudod őket kavarni. Meg tudod. És én szerintem ennek valahogy véget kell vetni. Nem tudom, hogy a törlése, a felfüggesztés, a megszüntetése ennek a jó módszere. Nem tudom, hogy mi a jó módszer, de az nem működik, hogy hát gyerekek, ne nézzétek, annál jobban fogják nézni. A tiltott gyümölcsöt kell annál képezni, úgy, ahogy mi csináljuk. Igen, ugyanis most jött ki a DK-nak az új műsor, a DK Kulissza. Ez egy jó műsor, nézzük meg belőle egy részletet. És azon a nyáron egy hónap alatt 8 fél maraton futottam. Jó nap volt! Szervusz, üdvözlő! Szia! Készültem neked meglepetésekkel, szóval Léci, húzd ki, hogy hova menjünk először. Hogy kezelt a családod? Nagyon nehezen. Át kell öltözni, be kell szerelni, fölveszed az akkumulátoros lámpádat. Egyszer volt nagyon komoly balesetem a bányában. Hogy érzed meg a pálcakadást? Tudjátok, ahogy szoktuk mondani, nem várunk senkire, hiszen magunkat nem szivatjuk. Ha még nem tették, nézzék meg önök is a DK Kulissza legelső részét. Ez volt a DK Szubjektív 18. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük Károlynak, hogy eljött hozzánk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!